srácok, sziasztok! Itt is lennénk egy újabb foodraptos videóval, nagyon rég volt már, ilyen sokan kértétek, és most azért veszem fel újra a videó elejét, mert ott még máshogy gondoltam, hogy hogy lesz. Három foodrapt mérkőzés most biztos fog következni ezzel együtt, aztán, hogyha lesz rá érdeklődés, akkor még azután is fog. Úgy terveztem, hogy a három meccsen a célom az lesz, hogy megépítem itt külön is elszkippelem mindent, a 190-es értékelés csapatot, de az majd egy másik videó lesz. Úgyhogy igazából most az a lényeg, hogy ebben a videóban egy olyan futratot fogtok látni, ahol egy magas értékelésű csapatot fogok építeni, vagy hát arra próbálkozok kitérni, hogy magas értékelésű csapatot kapjunk. Aztán lesz még egy következő, de még utána is lesz, úgyhogy most lesz sok futraft, mert sokan kértétek. Úgyhogy a mai videóban az a cél, hogy meg ezt is fogjátok látni, hogy viszonylag magas értékelésű csapatot fogunk építeni, és azzal próbálunk eljutni, ahova csak tudunk, meg minden. Próbáljuk meg minél több lájkot elérni a mai videóra, egy 3-400-at, és akkor nyomjuk tovább a futraftokat, meg ilyesmi. Tényleg egy lájk a legnagyobb visszajelzés az, hogy mennyire szeretitek a sorozatot, vagy ilyesmi. Úgyhogy srácok, akkor vágjunk is bele, nézzük, milyen csapatot rakunk össze. Na jó, gyerek, itt is vagyunk, 300 FIFA Point-tal be is lépünk, és az a formáció, ami úgy szokott működni erre, igazából kellenek szélsők, úgyhogy egyelőre két szélső lenne a jó, két csatár, amit Benzema, Suárez megkapnánk. Jó, gyerek, elsőnek próbáljuk meg ebbe a felállásba megcsinálni, és akkor nézzük, mit tudunk tenni. Csapatkapitány, ott a Modric, ott a Messi, ott a Ronaldo, iszonyat jól jön, de mivel igazából középpályát kéne oda tennünk, és az a ritkább, hogyha megkapjuk, hogy középpályásban megkapjuk a jobbat, úgyhogy én a Modricot választom, az a ritkább, amikor lehet a Messit kéne, úgyhogy hát lehet kapunk be a Team of the Year-t. A Modric a középpályával szoktak gond lenni, úgyhogy én elsősorban megpróbálkozok a Modriccsal, jó? Aztán nézzük, mit tudunk tenni. Eren positionbe, így nem ad senkit, de akkor gyere Dreből, nem mint legnagyobb értékelésű játékos. Griezmann az viszont már úgy kezd alakulni, az ott már egy jó pont. Na akkor, a középpálya megvan, jó, akkor Liga BBV, aztán annyi, egyelőre ennyi. Jó, kapus, Mandanda, hát nem ad be BBVA ligásat, nem is mondom, hogy miért a BBVA-sra megyünk, ott vannak a legjobb játékosok ilyen szinten. Viszont most megkapjuk Jordi Alba, de Daniel Alves, bármelyek jó nekünk, de akkor inkább gyere Alba, ide be, majd oda, hát bedob nekünk egy Team of the Year. LB-t megint kaptunk, most akkor maximál előtt cseréve, de akár így is jó lehet ez nekünk oda. Centralba idekén egy Sergio Ramos, de igazából kaptunk egy Mirandát és annyi. Idáig nem kaptunk a jó játékosokat, de például most egy Pepével jó járunk már. És reméljük majd jönnek még a Team of the Year-ek. De Marcos oda elfogadhatónak tűnik, jó. Idekén nekünk egy, hát Iniesta, Müller, Özil, hát most Özilt kaptuk meg, menjünk Müllerrel. Idáig nem áll jó a szélem, majd a cserepadokba bízok. Johnny. Hát oda kéne Messi. A cserepadba szoktak még jönni jó játékosok. Itt jön egy hút. Ki lassú, és akkor gyere Zuma. Nézzük, mi jön még itt. Krisovják. Te jöhetsz igazából. Jó, nézzük meg így, hogy így, és így. Oké. Egyelőre ez így nem olyan rossz, de hát a Messi van nagyon még az a 90-es rating. Özil ismét itt van, El Sharawi jó lesz cserének. Ronaldo, Messi vagy valami, és megdobhatta. Ó, ott a Neymar! Ó, ott a Team of the Year, Ronaldo! Köszönöm szépen, hogy új reményt adtál mindennek. Úgy né, az most oda királyuljon. Team of the Year, Ronaldo, ennyi. Ott a Bél! Így van, Bél a másik oldalra. Jó, kezd még ez itt föléledni, oké. Okay. Még nem bízok itt a véletlenül semmit. Kunopljánka, akár majd csatárnak, vagy Ronald betenni csatárnak, nézzétek. Irajóz vagy ki vagy. És még egy kit játékos, Neymart megkapjuk, úgyhogy gyere szépen. Ki helyre tudnálak betenni. Ja, még nincs kapusunk. Hú, kéne egy védő, ami nem jó, majd ezt még átrendezem. Jó, gyere, és oda kéne még valami védő, ha jól tudom. Na várjunk, sok csodát választottunk, de lehet nem jól. Brazil, nem. Ott a spanyolék, Mourinho, Pepe, Brazílból kéne Neymar, spanyol, úgyhogy akkor oda tesszük az összhangot. Ám, Ronaldónak kéne az összhang, úgyhogy gyere Mourinho. Jó, gyerekek. Itt is van a csapatunk, hát az első meccs nem sikerült már, mint úgy, de még most még játszunk. Ne felejtsétek el, igazából a 86-os rétig nem is olyan vészes. Megpróbálom még valamit tenni, illetve majd a meccset. Na jó, gyerekek, kész is van a csapatunk, és még tudtam játszani kicsit az összhanggal. Végén 91-es lett az összhangunk, és 86-os a rétégünk az első próbálkozásnál. A meccset annak akkor folytatjuk szépen a keresést.
De minden, aki valamelyik videót néz, és nem tudja, melyik videókról beszélek, azoknak el lesz helyezve a leírásba a link, mit tudom én, egyes fudrak mérkőzés, meg ilyenek, meg a 190-es is, és akkor hajrá. Nézzük a ellenfél csapatát, Benzema, Griezmann, Fraguli, Carvajal, Ronaldo ott van azért, Iniesta informban 84-es rating, 100-as összhang, hát nyilvánvalóan az a ratingünk magasabb, de az összhangunk nem, hajrá. 1-0, második perc. Gyere, gyere! Ronaldo megrúgja, nagyon szépen tudtunk vele volna menni, de mégsem. Szabálytalanság, jó erőlt be a berugás, hogy mi az a szabadrugás. Bért fog elvégezni, jó jön be, azért jó lett egy fejesnek. Új, ott van, ennyi! Jó, 1-1. Most hát nem is mondom, az elején nézgettem, hogy jók-e a hangok, meg ilyenek. De hát jók voltak. Csak kaptam egy gólt. Ronaldo, és előbb nem berúgás volt, az majd este lesz. Amúgy nem. Hanem szabadrugás, azt rosszul mondtam, bocsi. De egy-egy az állás Ronaldo meg az ellenfélnél ismét. Most csak a fontosabb események lesznek belevágva, ahogy tervezem, mert koncentrálni szeretnék, és kicsit tovább jutni, mint szoktam itt ebbe az egész futdrapba. Most főleg a csapat is jó, meg ilyenek, és az Asenji jóé. Jaj, az gól. Ojj, mit félt a kapusunk? Azt nem hittem volna, hogy lenyúlja. Hát jó. Jó. Modric lövése! Nem volt rossz egyáltalán. Szöglet, Bale, előbb ebből jött a gól, hasonló szituból. Ronaldo megint ott van! És kaputorkából szedik ki, meg itt vissza kéne fejelni. Ott van mindig! És Konopiankának ez most magas volt. Nem tudom, Ronaldo lesen volt-e. De nem volt lesen, de hát elég rossz ütembe adtam a paszt, illetve erősen. Az gól. Azt a mindenit, Ronaldo 2-1, így van, 42. perc. Ennyi. C, Ronaldo, szokásos bejövés, meg ilyesmi. Jó az a kártya, tetszetős. Megrúgom a Ronaldónak, nem tudom, hogy gyorsabbak tudnak lenni, mint a Carvajal. Kapus is kijön. Jó, ez volt a cél, így azért veszélyt teremtünk. Ronaldo beragadt a játékos, lesre fogtam volna vissza. Ez is rossz ütemben volt. Az jó az a Ronaldo csatár, bármit mondunk ismét. Az nem, új, a kapusunk masszívan véd. Arra nincsen panasz, Fregulira most viszont kell figyelni. Talán még mehetünk is. És nem. Első meccs, első félidőben 2-1, jó meccs, és akkor nézzük tovább. Basszus! Basszus, de jó lett volna, Ronaldo megindult, azt a mindenit. Na most már akkor is berúgok egy gólt. Nem, ott rossz volt a csal, amit akartam. Ki tudunk lépni, volna Priyanka vissza. Megrugom! Jaj, erős volt, súrolt a kaput, de amúgy jó eltalált lövés volt. Jó, kell a gól, kell a gól. Így érkezőnek Neymar bejött volna, és akkor az valószínűleg gól lett volna. De így nem. Az jó, Konopiánka. Jó, Ronaldo. Azt a mindenit, mekkora íja volt, hát... Nem volt rossz, róla ennek ötlövése volt. Az jó, Konopiánka, micsoda labda, Konopiánka, rúg be, jaj, Aribasz, hogy jött. Neymar fej, nem a legerősebb dolog a világon. Jó, ott mindegy, vissza, visszahúzták, így van. Mi húztuk vissza, menj már. Az jó lehet, az mekkora labda, fuss érte, Griezmann. És megtámadom, kör, X, minden, nyomom, de nem sikerült. De Marcos, gyorsabbak tudunk lenni, gyere kapus, és masszív. Rúgjuk ki, és gyerekek, cserélünk, 77. perc. Neymar oda bejön előre, Griezmann helyére meg bejön nekünk ide a Müllerünk, aztán De Bruyne nem, hát nem, gyors, bejön a első lábú csatárnak, és egyelőre ennyi, talán még egy védőt is behozunk, Krisoviák helyére Miranda fog beérkezni, és egyelőre ennyi. Müller, már is nála a labda. Jaj, hát ott az semmi nem volt, akkor én most kimegyek. Hát nézzük Konopriánka, de inkább egy Ronaldot fogok innen megtekinteni. Hát igen, tehát ez jobb. Jaj, hát ezt jobban ki kellett volna jobbra vinni. Mert így is balra ment a labda. Az jó, fejedbe! El Saravi! Jaj, első labda érintéséből gól szerezhetett volna. Ronaldo 6 lövés, 2 gól, annyi. Fogni kell, visszaérkezünk. Nem, azt akarom, hogy fölrúgjam. És az nem, ott érkezni kell. Azt a mindenit, a kapusunk nagyon jó véd, nem tudom. Lett volna itt a 81-es, mert nem emlékszem az irajóhoz vagy ki. De idáig masszívan véd, és nagyon jókat.
Müller, azt a mindenit, ha kicsit jobbra megy, vagy nem tudom. Nem mertem elősebben. 88. perc. 2-1. Elmegy egy láb. Ott van Gyuris üresen, nehogy már. Szedd ki! Azt hiszem beült a kapuba. Most már bírjuk ki, gyerekek. Gyere, inform insignye. Vagy nem, az ugyanaz. Majd nem ugyanaz, csak ja. Szép lett volna, amúgy első berúgja, nem... Ilyenkor FIFA 14 vagy 15-ben könnyebb volt oda kihelyezni. És látszok, egyesül meccs megvan, Zsa tovább a másodikba. Így van. Nézzük az ellenfelünket. Hoppa, ott egy Higuain Kandré, vagy Team of the Year Pogba, egy... Hát Salah ott középpályán, ez érdekes, mármint védekező középpályásnak. Ott egy Wendel, egy... Hővedez, Boateng, Leno, Neymar, Guarin, Maicon. Igen, 86-os rating, 91-es összhang, és tovább. Ezt is nyomni kell, megkenyerni, aztán jó lesz az. Ajaj, Pogba megy előre, az veszélyes tud lenni. Pepe, jó, csak nagy leráncsam, mert volt olyan vele, ami elmondani az agresszivitása, hogy vége volt a játékosnak. Róla, te meg fussál már, basszus. Gyere, gyere. Add be, ott van fejjel, és Leno-nak kellett jönni azért. Boateng azért meggyűlt a baja, főleg, hogy... mint a Ronaldónak, főleg, hogy sokkal később indultunk meg, mint ahogy kellett volna. Megszámítottam, de mindegy. Hát kihagyta a Pogba így, hát az érdekes. Azt hittem, mondom már 2-3, vagy mi van, 1-0. De nem lett elmény változás. Az jó, mi hozzánk lesz, csak ne akadjon a játék. Nagy hiba... Asenjo miket véd? Hát most mi történt? Hát Boateng ott valamit rugott. 32. perc, 0-1 az ellenfélnek. Megint kinéztem, hogy megy a felvételem. Lehet, csak így kapok gólokat. Ez hogy rúgta meg a Boateng úgy? Utána meg a Modric, vagy nem tudom ki, elnézte. Hát az ellenfél, semmi gond nincs. Zsa előre. Jó, Ronaldo rúgja! Jó. Még ezt a meccset lejátszom. Ronaldo, gyere! Ronaldo, el tudunk menni azt a mindenit. Ott is még egy ember. Ronaldo még ott van nála, ott van mindig Salah, a középpályás védő. Á, nem. Higuaín, ne legyen 2-0, azt a mindenit berúgja. Háj, az előző ezek be kellett volna mennie. Az ott még el tudunk menni, Neymar. Íj, ott még egyszerre is, ott este fújja be szabálytalanságnak. Azért az érdekes, most a bírók nincsenek felünk. Ilyen szempontból, de az még ott egy jó lehet. Most már kettőször beírok a Higuaínba, sérüljön le vagy valami. Az jó, ezt nem így kellett volna megcsinálni. És látok, végig is van a második meccs első játék részének. Cserélünk, be fog jönni Müller, azért oda kellene fog nekem. Meg valamit állítgatunk. Jó lesz az, Neymar, két lövés, egy gól az ellenfélnél. Nézzük tovább, mi lesz. Neymar lejön, és bejön Thomas Müller. Nem, De Bruyne jön be oda. Igen, így van. Az jó, De Bruyne újabb labdaszerzés, meg hát első labdaszerzése volt, de nem volt rossz. De Bruyne, rúg be! Ijjaj, micsoda lövés. Jó van, látszik, hogy becsatlakozott. Bél, az jó jön be, kapu, söklőz. Ez a miénk, mondom, a miénk. Vissza. Ó, mondtam, hogy ezt a meccset lejátszom meg. Griezmann megy, és ott a Bél, na az viszont jó lehet, azt be kéne rúgni. Az be kell rúgni hosszúba a kapufát, ezt nem hiszem el, nyilván. Az szögletre, vagy nem lesz szöglet, semmi. Az büntető, ellöktük, de csak oda mentem, azt ellöktem, de befújja, Modric volt agresszív, nézzük, mit tudunk, ki tudjuk-e szedni valahogy. Szerintem balra fogja. És basszus, eltaláltuk, hogy balra fogja, de nem szedjük ki. 0-3-62. perc az a meccs valószínűleg elment, de hát még nem mondok semmit, mert a játékon sokat javult azóta, hogy bejött a De Bruyne, úgyhogy mondjuk ezt kiszedhettük volna, nem tudom miért nem. Na mindegy, ide is legalább tovább jutottunk már az első fordulón. Salah, jó, és akkor most, meg 4-0. Ajj, hát teljesen feladtuk ezt. Az jó, jaj, majdnem be tudtunk fejelni. Úgy látszik, ez a meccs, ez 4-0 lesz. Hát Higuaín mester 3-as rugott. Amikor akár itt még húztunk valamit, még egy elsőre behozhatunk, kicsit tudunk fordítani az eredményen. Griezmann-ére Müller, csatárba. Ha itt vagy, így van. És akkor próbálkozunk valamit tenni itt a meccs végeredménye ellen. Ronaldo, azt a mindezt be kell rúgni, így van, 4-1. Ronaldo berúgja, így van. Már innen főzárkóznánk, akkor annak boldog lennék. Csak az a baj, késő jött már ez a gól. Azt a mindenit, jaj, ezt a meccs végére az ellenfélünk berúgta.
nem tudom ki volt az Pogba, talán nem Pogba, de úgyis nem tudom ki rúgta be vele. De ez mindenféleképpen gyönyörű volt. Hát igen, Higuain, Maicon. Új, az is hasonló lett volna, hogyha a De Bruyne berúgja. De most már valószínűleg marad ez a végeredmény. Jaj, ott még nem. Menjen be, ember! Jó, 5-2, Ronaldo. De Ronaldo jó játszik, az biztos. És látszok, hát így azért rúgtunk két becsület gólt Debrecen, mint a régen Debrecen Fiorentina. Azoknak is voltam 5-2-es meccsük. És akkor nézzük meg, mi a jutalmunk. Följöttünk azért a végén, tehát hogy későn kezdtünk játszani sajnos a másik meccsen. Oké, na nézzük, mit kapunk. Itt valami csomagot, Premium Gold Packet, na abból lehet valami jó játékos, hogyha kinyitnám őket. Be esetleg valami, nem. Discard, és akkor még egy. Harry Kane, azért ezt nem nyomjuk el, itt jók lehetnek benne azért, de úgyis egy ritka játékos ad be. Ezeket megtartjuk. A többi discardoljuk. És még ott az egy Premium Silver. Csomag messzi az elején, talán ott valami az elején bedobja. Saha RB, jelten egy másik. És valami fiatal, feltörekvő játékos. Hát ez ennyi, gyerekek. Szóval srácok, köszönöm szépen a figyelmet a mai futdraftos videóban. Nem volt olyan rossz első fordulót, megnyertük a másodikba. És játszottunk azért olyan rosszul, igazából jó bekezdtünk, aztán 80. percig ismét elkezdtünk játszani. Úgyhogy nem volt jó a meccs közepe ott valami. Úgyhogy srácok, iratkozzatok fel, amíg nem lennétek, sziasztok!